Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenem. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája. De amikor megszült egy gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz többé kérdezni valótok tőlem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvéreim, a mai evangéliumban Jézusnak a búcsú beszédéből egy részletet hallottunk. Habár Jézusnak ez a halála előtti búcsú beszéde, de vasárnap fogjuk ünnepelni itt Magyarország területén Urunknak a mennybe menetelét, vonatkoztathatjuk erre is, ugyanis a mennybe menetelés pünkösd után, pünkösd előtt 10 nap eltellik. Ugyanazt élik át a tanítványok egy ilyen bizonytalan helyzetet, és Jézus erre figyelmezteti őket. Ebben a bizonytalan helyzetben sírni és szomorkodni fogtok, de a megígért örömet is valóságnak kell tekintenetek. Amikor Jézus meghal a kereszten, ugyanaz történik, mint minden ember esetében, nem történik semmi különleges dolog. Meghal, eltemetik, és a tanítványok valami nagy csodát vártak azonnal, de 3 napig nem történik semmi, és ez miatt a tanítványok szomorkodnak és gyászolnak. De amiatt is szomorkodnak és gyászolnak, mert Jézus elhívta őket a családjuktól, a szakmájuktól, most pedig egyedül maradnak, egyedül hagyja őket. Úgy érzik, hogy egyedül maradtak. De a húsvéti megjelenéskor, a feltámadás után egy öröm tölti be az ő szívüket. A feltámadás örömét átélik, és ez megjelenik bennük. De majd pünköstkor is egy örömet élnek át, mégpedig a Szentléleknek az eljövetelét. És Jézus szava mutatja, hogy egy furcsa elképzelés az, hogy a keresztény embernek nem lehetnek szenvedései, nem lehetnek fájdalmai, nem érheti őket semmi rossz, és nem lehetnek rossz napjai. Nem fejezhetjük ki az érzelmeinket. Jézus előre tudta a tanítványairól, hogy az ő halála után szomorúság fogja őket érni. Ott vannak az Emmauszi tanítványok, akik a halála után mennek az úton, szomorkodnak, lógatják az órukat. De amikor a kenyértörésben felismerik a feltámadt Jézust, akkor egy öröm tölti el őket, és ezzel az örömmel térnek vissza a tanítványokhoz. Nekünk is tudatosítanunk kell magunkban, hogyha nehézségek is vannak az életünkben, van, aki segítsen, van, aki erőt adjon. A bajok idején sem vagyunk egyedül. A lényeg az, hogy nem maradhatunk ebben a szomorú, gyászos állapotban, meg kell találnunk az örömünket. Az igazi béke adta öröm nem csal meg. Az örömünknek az alapja, hogy meg vagyunk váltva, hogy nekünk meg van bocsájtva. De fel kell ismernünk a Szentlélek gyümölcsei közül az örömet, amely megvidámítja az ember szívét. Találjuk meg mi is az örömünknek a forrását, találjuk meg Jézus Krisztust, a feltámadottat. Hiszen a keresztényeknek az egyik megkülönböztető jegye, hogy a nehézségek és a megpróbáltatások idején is öröm van a szívükben.